Bár még fejük tetejére fordítva pihennek a székek a tanáriban, a Kovács Mihály általános iskolában is érződik a vakáció vége. Napokon belül újra diákokkal és tanárokkal telik meg az épület. Mindez nem jelenti ugyanakkor azt, hogy az iskola dolgozói tétlenségre lettek volna kárhoztatva a nyár folyamán. Rendbetették az iskola udvart, meszeltek, festettek, elvégezték az ilyenkor szükséges karbantartási munkákat. A székhelyi intézményünkben, itt a Kálvin utca 9 szám alatt, természetesen egész nyáron dolgoztak a takarítók és a karbantartó dolgozók. A folyosók és a tantermek, valamint az irodahelységek is mára már teljesen rendben vannak. Tiszták, megtörténtek az ablaktakarítások, a függönyöknek a kimosása, tehát teljesen tiszta az épület. A feladatellátási helyünk, tagintézményünk a Kiskulcsosi iskola tekintetében is ugyanezek a munkálatok elkészültek. A tantermek, a folyosók, az irodahelyiségek teljesen tiszták, frissen meszeltek, festettek, így várjuk a gyerekeket össze-vissza. A Karcagi Kovács Mihály általános iskola ugye két feladatellátási helyen tanítja a gyermekeket, a székhelyi intézményben és a Kiskulcsosi tagintézményünkben a Kisvűszállási út 112 szám alatt. A intézményünknek van egy telephelye az Arany János utcán, ahol nem folyik oktatás, viszont az épületet karbantartjuk, rendezvények kerülnek, gyűlések ott megtartásra, és természetesen feladat az is, hogy annak a telephelynek a külső és belső folyamatos karbantartása megtörténjen. Augusztus közepén már megérkeztek a tankönyvek is, amelyeket legkésőbb az első tanítási napon megkapnak a diákok. A tanév szeptember 1-én kezdődne, de idén ez a nap vasárnapra esik, így a tanulók kénytelenek lesznek plusz egy nappal meghosszabbítani nyári szabadságukat. A tanévrendje is megjelent időben, és tudjuk, hogy szeptember 1-től 2025. június 20-áig tart. Szeptember 1-e most vasárnapra esik, így a szorgalmi időszak valójában szeptember 2-án kezdődik, hétfő reggel. A Kovács Mihály általános iskolában 47 pedagógus és 455 gyermek kezdi meg a tanévet. A központi intézményben 25 tanár, illetve 228 diák, míg a Kiskulcsosiban 22 pedagógus és 227 tanuló. Tudunk egy létszámot, ami ma éppen releváns adatnak számít. A székhelyi intézmény és a Kiskulcsosi tagintézményben összesen 455 gyermek van jelen pillanatban beírva. A Kovács székhelyi intézményünkben 228, a Kiskulcsosi tagintézményünkben 227 gyermek, tehát arányosan oszlik el a létszám. A diákok számát tekintve augusztus végéig elenyésző változás lehet még, a tanári karokat illetően azonban nem. Mindkét tagintézményben valamennyi pedagógusi állás be van töltve.